Sierra. Time gate. Monolith. Nvidia. Ezt elmondták helyettem. És ezzel üdvözlök mindenkit egy újabb végigjátszás videósorozatban. Hát bizony, ahogy a képen láthatjátok, nagyon hosszú szünet után a csatorna mondhatni egy projekt erejéig, fontos egy projekt erejéig visszatér a gyökerekhez, ugyanis a mai napon belekezdünk egy régóta félbehagyott franchise-ba, ami nem más, mint a First Encounter Assault Recon, vagyis a Fear. Ugye azt tudni kell, hogy a Fear nevű horror FPS az alapjáték mellett kapott még kettő darab kiegészítőt, ugye az első az Extraction Point, azt végig is vittük, és volt a Perseus Mandate, amit itt láthatok, az viszont eddig nem került sorra, ugyanis nekem nem volt meg az a játék. Így az egész eddig kimaradt. De egy kedves nézőnek köszönhetően egy kedves néző, Laci, megajándékozta a csatornát ezzel a játékkal, úgyhogy ezután is még egyszer hatalmas nagy köszönet neki. És mivel ez így nézői ajándék volt, ezért úgy gondoltam, hogy kutya kötelességem erről egy teljes végigjátszást csinálni. További jó hír, amit szintén láthatok a képernyőn, hogy magyar fejirattal fog menni, csak úgy, mint az alapjáték és az Extraction Point. Az alapjáték és az Extraction Pointot ugye 3 évvel ezelőtt toltuk, úristen, 3 év, te jó isten, szóval igen, 3 évvel ezelőtt mentek a csatornán, és 3 év után itt az ideje befejezni a Fear 1-et, az utolsó láncszemet is bepótoljuk, és ami szintén fontos, ugye ez a sorozat ugyanúgy, ahogy az alapjáték és az első kiegészítő is hagyományos videó formájában érkezik, tehát nem élő műsorban, mert ti ezt felvételről látjátok, ez szándékos. Ugyanis úgy gondoltam, illetve Lacival úgy gondoltuk, hogy ha már az alapjáték és az Extraction Point is, illetve összes többi Fear végigjátszás a csatornán ilyen formátumban ment le, akkor nincs értelme ezen a formulán változtatni, legyen egységes az egész. Én úgy gondolom, ez a legoptimálisabb. Ráadásul úgy, ugye, hogy ehhez is magyar fejirat van, gyakorlatilag szinte ugyanan minőségben fog menni. Oké. Akkor szerintem kezdjünk is neki. A dolgokat már beállítottam, elvileg. Reméljük, hogy gyakorlatban is minden remekül fog menni. Tehát ugyanúgy Full HD-ban 60 FPS-sel megy minden, ahogy 15 őszén. Magyar fejirattal. Igen, még annyi info, hogy a Perseus Mandate-et én soha életemben nem toltam végig. Soha. Tehát nekem ez egy, mondhatni, first playthrough, tehát egy első végigjátszás lesz számomra is. Teljesen új. Így... hát előfordulhatnak váratlan események, illetve részemről bénázások, ami egy első végigjátszásnál előfordulhat, de meg fogjuk oldani. Na, kezdjünk is a jó játékot, így 5 perc után nem ártana elkezdeni. Igen, nehézségi fokozat. Sajnos nem emlékszem, hogy az alapjátékot és az Extraction Pointot milyen nehézségi fokozaton toltok végig, de úgy gondolom, hogy a közepes az lesz nekünk való. Ugyanis itt azt írja, hogy az ellenség átlagos pontosággal átlagosat sebez, tapasztalt játékosnak ajánlott,
Viszont az angol nyelvben azt írja, hogy ez az alapértelmezett nehézségi fokozat, úgyhogy én ezen szeretném tolni, mivel már ugye hát tapasztalt mondhatni, hogy ilyen nem ez az első FPS játék, amivel játszok, így azért szerintem átléphetjük a könnyű fokozatot. És mindenkinek jó szórakozást kívánok a Fear Perseus Mandate című második kiegészítőjéhez. Kezdjünk is neki! Első fejezet, nyomozás, érkezés, helyzet. Az ermekemi helyzet durván elfajult. A replika seregek parancsnoka Paxton Fettel még mindig szabadlábon van. Ráadásul az ermekem a kormányerők ellen fordult, és most nyíltan harcol a Fear egységek ellen. Küldetés, egy másik Fear csapat, a te csapatod, készen áll a bevetésre, és hamarosan elszállítják őket Rowdy Batters városába. És nyomjuk egy gombot a folytatáshoz. A Sierra Entertainment bemutatja! Yes, Senator? Things have gone to shit at Armachem. Monolith Productions segítségével. What do you want me to do, sir? What you good at, Morrison? Time Key Studios játékát. You may not like the consequences. Perseus is mine. Get it back. I don't care what you have to do. We're in. Like there's more to this Armachem situation than we thought. Isn't there already a Fear team on the ground? There is, but ATC security just murdered our primary contact, Aldous Bishop, and the fighting has spread throughout the city. They're supposed to be on our side. Didn't ATC call us in to help them in the first place? What's ATC hiding? We don't know yet. Your mission is to secure Armachem's Global Data and Security Center and retrieve any information related to a project codenamed Perseus. Paxton Fettel and his army of replicas? That may just be the tip of the iceberg. Sat images have picked up enemy activity near the landing zone, so be careful. Head directly to ATC's data center once you're on the ground. As always, I'll be in radio contact with you throughout the mission. Begin your jump prep. Time to fly. Perseus Mandate. Looks like we set you down in the middle of things. It's going to be a hard slog to the data center. Aye aye. Ellenőrző pont. Első fejezet. That's Delta Force. Okay. What the hell are they doing here? See if Den Mother can give you any answers. Oké. Jihá! Jogi! That had to hurt. Come on, let's move. Vissza kéne szokják az időlassításhoz, azt is használnunk kéne időnként. Cégomban legugolhatsz, igenis. Legugoltam. Oda nézők is jönnek. Elemlámpa. Háhá, én ezt átállítottam, átállítottam.
hazudik a játéknak. I know as much as you do. Töltény. Ó, igen, a játékban egyébként bekapcsoltam az EAX-ot. This isn't looking good. Stay focused, Lieutenant. Ez a második játék a csatornán, ahol EAX HD-val toljuk végig. We've got company. Mhm. Elfélt az összes lassításom! Húha! Oké, itt megleptek. Tehát, amit mondtam, nekem is az első végjátszás, úgyhogy az esetleges szerencsétlenkedéseket előre is elnézést. Másrészt ugye ott van a képletben, hogy 3 éve utoljára játszottam a Fear 1-gel, tehát nem mostanában volt. Ellenőrző pont, ilyenkor mindig picit megakad a játék a checkpointoknál. Gyógyszer. Köszike? Uh-oh. Ay! Holy shit. Ja, mert dobálózik gránátokkal. Nem tököl a társunk. Megvan. Jesszus úristen, de rég játszottam ezzel. Hoppá, rossz gomb. Jó, még vissza kell szokják az irányításra, pedig én mappoltam át a... páncél? Igen... A pisztoly helyet nem tudom elvinni? Ó, várjál, van dual... Ó, dehogy nem! Ho-ho! Mert szerintem a pisztolyt olyan sokat nem fogom használni. Úgyhogy inkább ezt viszem. Igen... Célzás, oké. Okay. Hal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 
Azt a mindenit. Ha majdnem szétszedtek. Hát ez milyen műsor? Nézd már, a játék legelején mindjárt meghalok. Ha-ha-ha. Na. És azonnal eltalál, érted? Azonnal eltalál. Unbelievable. Egyelőre eléggé furán. Nem emlékszem rá, hogy ennyire béna lettem volna anno 2015-ben az első az alapjátéknál. Lőd szét a ládákat. Hát de várjál, hát ez robbanó láda, hát nem úgy van az játék. Hát. Ja, hogy aha. Jó. Jaj, köszönöm. Pip, pip, pip. Igen. Jó. Ezt nem is használtam, ezt a gépfegyvert. Ezt ki kell próbálni akkor.
Na várjunk csak. Mielőtt még lemegyek oda. Na ugye mivel... Mivel... Érkezés azt mondja, hogy... Hát, mit tudom én... Végig... Játszás... 01. Ugye ez még régebbi játék, tehát 11 éves, 2007-ben jött ki, akkor még nem volt annyira... Nem, még nem ment ki a divatból hagyományos mentés, hála a jó égnek. Úgyhogy ebben még hagyományos mentés van, ami azt jelenti, hogy... Még nekünk kell erre figyelni, de ennek örülök. Bárhol el tudjuk menteni! Ja, hogy ő is ellenfél! Ja? Jó, hát ezt kicsit elszúrtam. De csak egy picit. Na, ez a gépfegyver úgy látom, hogy sokkal-sokkal hatásosabb, mint a másik. A lőszert azt azért kérem. A játékot egyébként, amit láthatátok is a videó elején, a TimeGate Studios készítette. Ugyanaz a csapat, akik az Extraction Pointot is csinálták. Tehát nem a Monolith csinálta, a Monolith az alapjátékot csinálta. Ó, te Soti! Na várj, kell nekem egyáltalán a Soti? Ezt már még nem is használtam. És ha jól emlékszem, hogy én... eldobás, aha. Három, igen, három fegyvert tudunk magunkkal vinni. Na nem baj. Te veled mi... Halo. Duct 19, aha. Áj, legalább normális létrerendszer volt, igen, tényleg. Na, várja. Data center is 5 blocks due east of here. On the other side of this power station is a drainage pipe. We'll be able to take the sewers within a block and a half of the data center. Ó, a stimulások, júj, tényleg. Ezekről is totál megfeledkeztem. Ha nézd, mi van ott lenn. Hát nekünk ez kell. Mit mondott? 5 blokkra van még? Várj, a dobozokat, ezeket szét tudom lőni, hely! Vagy mégse? Pedig az van, hogy törékeny. Na mindegy. Hát akkor... Aha. Come on, let's move. Igen, igen, let's move. Szokásos. You ready? OSP. Nem ezt dobtam az előbb a Shotier? Na mindegy. Hát akkor már próbáljuk ki ezt is. Ó, én sejtem itt mi lesz. Én sejtem itt mi lesz. Szerintem ott benne csomó ellenfél fog minket várni. Jaj, hogy mindig be kell írni a nevét? A mentésnek, hogyha mentek? Jaj, de jó. Na majd a következő epizódra megnézem, hogy van egy gyorsmentés funkció. Az ide inkább ez fog kelleni. Erre az nekünk szerintem segítene. Hol? Ott van hátul. Láttam.
Megvan. Jövő. Az ott a... Nem, azok ellenfelek. Ezt segítenem kéne a csapattársaimnak. Elvileg akkor leszettük az összeset. Ez nem is volt olyan nehéz. E37. Ezt én kérem, ezt is kérem. És az összes lőszart is kérem. Ha. A textúrák azért azért mai napig nem mondhatni, hogy csúnyák. Hello, mi? Dankeschön. Ó, dankeschön. Ezeket aztán nem is lehet szétlőni. Na most nekünk erre kell menni? Ha, ezeket nem lehet kinyitni. Aha, arra nem tudunk menni. Oké. Okay. Ha. Vagy lefelé kell menni, vagy. Oké. Okay. De most... De... Jaj, itt a lépcső, jaj, jó. Á, ott várnak már, oké. Okay. Várjatok csak még picit. Nem rohanunk sehova. Mindig... Van csöpög. Milliószor el szoktam mondani, hogy mindig átnézni a területet. Mindig alaposan körbenézni. Sosem tudni, milyen finomságok hevernek a pályán. Uh-huh. Ez mi volt? What the fuck was that? Én is ezt kérdezem. Azért a dinamikus árnyékot figyeled? 2007-es játék. Mondjuk a 2007-ben ez már nem volt egy olyan nagy durranás a dinamikus árnyék. Ugye abban az évben, 2007-ben jött ki a Crysis 1 például, és egy évre rá Far Cry 2. Most egy másik ilyen generátorteremben vagyunk, feltételezem. Oké. Okay. Hát ez mi? Hát mi? Au! Megvan! Sima gépfegyverre ez kicsit nehezebb lett volna. De legalább abban rengeteg lőszarunk van. Jó, tehát ez tényleg egy másik terem. Ezek szerint. De mondjuk legalább itt jól működik a páncél, mert nem a... Tehát amikor megpofoztak ezek a fura szerzettek, nem az életerőm ment le, hanem a páncél, ahogy kell is. Most megint keresetek... Megint keresetek páncélt, majdnem kimondtam, és amikor megláttam ezt itt. Dankeschön. 9 darab... életerő pak. Nem is rossz. Exit only, hát akkor menjünk erre.
Gyertek, menjünk. Ja, a grafika egyébként full maximumon van, minden full maxon, és amit mondtam, ezek hova mennek most? És most miért mennek ki? Amikor erre kéne menni. És a hangbeállításoknál, amit mondtam, az EAX be van kapcsolva, tehát az aktív. Láttalak titeket? Le kell őket szednünk, mielőtt rádión hívnak segítséget. Oké. Ezt én értem. De attól még körbenézek. Pontosan ezért mondom mindig, hogy körbe kell nézni. Bi-bi-bi. Életerő tartósan megnövelve. Hú, de szerettem az alapjátékban ezeket a stimulánsokat. Nagy segítség voltak. Hello! Beragadok az NPC-be. Ilyet? Ki látott már ilyet? Most ez komoly? Don't worry, brother. We'll get you out. Ajaj! Hello, mi? Aha, kivisznek én ezt. Szerintem őket kéne kimenekíteni. Na hát, most már egyedül vagyunk egy elhagyatott ilyen alagútszerűségben. Azt hiszem, szép lassan elkezdődik a horror része. Egy akcióval indultunk, de szerintem itt fog kezdődni. Szerintem itt fog kezdődni a horror. De miért kell mindig beírni a nevét? Aztán lehet, hogy nem fogom beírni a nevét, jó lesz az, amit felajánlasz, kész. Hopp! Ja, hogy ez volt a cél! Aha! Odalent, igen, ez egy új fejezet, oké. Én meg nagy fej, azt hittem, hogy át tudok jutni, de nem lehet. Helyzet: a második félcsapat szétszoródott a csatatéren. Reigns kapitány és Chen hadnagy egyaránt ellenállásra számolnak be, mind a replikák, mind az ATC részéről, ahogy haladnak az Ermekem globális adat és biztonsági központ felé. Küldetés: találj utat a gyülekezési ponthoz és csatlakozz a csapatodhoz az ATC adatközpontnál. Igenis. Áj, vízbe estünk! Legalább akkor nincs fall damage. Ajha, onnan pottyantunk le. Igen, szerintem itt fog, és a zene alapján is most megint biztos vagyok benne, hogy itt fog kezdődni a rémizgetés. Még jó, hogy van 9 életerőcsomagom. Oké, azt hiszem elkezdődik a játék. Hello? Hoppala! Headshot! Már küldik az erősítést. Nem baj, jöjjenek csak. Szeretettel várjuk. Egy újabb aprócska technikai info. A játék a Monolith saját motorját használja, pont úgy, mint az alapját! Take! Ugye a Monolith, mármint az akkori, ja, a Litech Jupiter X Engine, azt hiszem a neve, valami ilyesmi, ha jól rémlik. Tehát a Monolith ehhez a kiegészítőhöz annyival járult hozzá, odaadták a motort. A gránátvető, nem, köszönöm, azt nem.
Gránátvetőkkel én nem vagyok jóban az FPS-ekben, nem tudom miért, de én egyszerűen nem tudom őket optimálisan használni. Túl béna vagyok hozzájuk, vagy nem tudom. Nem érzem annyira azokat a fegyvereket. Jaj, hogy tényleg, basszus, 10 a max! Nem baj. Dankeschön. Hé. De tudom, hogy pazarlás volt 3 HP-ra elpazarolni, de... Oké. Értem. Csak úgy... Ez biztos a fuvallat volt, ez lökte ide ezt a kést. Értem én. Ott van még egy élet? Hops! Ellenőrizze, azt mondja. nincs is senki. Na? Ki jön ellenőrizni? Az is megvan. Ott látom valakinek a lábait. Contact. Észrevettek. Bi. Oh. Vajon ki jönnek ide? Ugye Fear legendás a MI-ről, mesterséges intelligenciáról vajon. De vajon mennyire? Jó. Ha lenne gránátom, oda dobni egyet. Ja, hogy ott volt valami robbanó cucc. Ja, jó. Oké, azt mondjuk nem láttam, ez most mázli volt akkor. Most ezek onnan jönnek, onnan vagy innen? Fönt! Ott volt fenn! Valahol itt van. Megvan! Ti azért eléggé tudnak sebezni. Most itt vagyok, jó. És fel tudom menni még egy szinten feljebb. Aha. Elfogadható eredmény, mondjuk úgy. Aha, azért hallom, az EAX azért működik, tehát a visszhang az megvan. A reverb effekt. Ó, nagyon jó. Ott is van egy. Not bad.
zene. De emlékszem erre a zenére. Aha! Jaj! Hello? Oké. Apa, kezdődik. Tudom használni a fegyvereket? Elő a shotit. Apa, kezdődik. Alma? Ja. Alma visszatér? Alma Wade? Már hiányzott a kis csaj. Erre jó a shoti, one hit kill. Jasszus. Szerintem ezek dobálóznak. Hey! Biztosító ládát szétszedtük. Oh! Ez... Hoppalá, sorry! Hát ő kezdte. Ő a hibás. Megijesztett. Ekkora headshot volt Sotival. Ez fán. Gránát. Abban úgy is még sok. Ez az. Várjál. Most tudom menni arra, illetve erre. Dual pisztoly nem, köszönöm, azt nem kérem. Erre sem mehetünk. Hát akkor lefelé, kizárásos alapon. Lesz? Ja, a páncélt vettem fel, jó. Észre sem vettem, hogy ott van. Haha! Hát ennyi mászlit egy epizódban, hát azt a mindenségit. Oké. Okay. Oké. Okay. Azok biztonsági őrök voltak. Voltak. Csak voltak. És holtak. Bahaha. Ajaj. Hát ő kicsoda. Jó, ilyet mi nem láttam. Húha. Tudjátok, mint most nem írom át, hanem szimplán úgy mentem el, amit a játék felajánl, mármint mentés címet. De szerintem itt, hát inkább ez fog kelleni. Search.
Nem volt rossz, azt hiszem 3-at leszettem. Ó. 500 töltény! Ennyire gyenge ez a gépfegyver? Ó, látom. Csak még várok egy kicsit, hogy visszatöltödjön a időlass. Hol vagy? Ott vagy. Jesszus, sok particle effektől nem látom az ellenfelet. Jó. Meg lesz, megvan! Na. Nyugodjunk meg! Take cover! Őt nem sikerül olyan könnyen. Oh-oh. Remélem ezek a csövek nem akarnak felrobbanni. Igen, látom, hogy ott vagy. Pontosabban tudom, hogy ott van, csak most már nem látom, mert elbújt. Na, bújj elő! Dugd ki a kis buksid. Itt valamiben beleakadtam. Szerintem ő volt az. Azért nem tudtam rögtön előre menni. Így. Most nyomom az előre gombot. Ilyenkor most nyomom az előre gombot. És nem haladok semmit. Itt is van sajnos egy aprócska clipping probléma. Nézzük el. Visszakaptuk az összes lőszart, 500 töltény! Ez igen. Most ebben mi volt? Most azt én nem fogom kideríteni, mert össze-vissza röpködtek az alkatrészek. Na mindegy. Ez az. Jó a fejezet címe, Odalenn. Hát igen, most odalent vagyunk. Nem idelen, hanem odalenn. Kac. Nem. Ellen nincs benne senki. Granatovics. 5 gránátunk van. Hát az már... Igen. Ó, Meter Shoti. Dankeschön. Ó, Dankeschön. Itt egy naptár. Egy beosztás. Nem, ez beosztás. Timesheet, igen, ez beosztás. Úgy látom, hétvégén itt se lenne nagyon... Habár... Kevesen dolgoznak, de a legtöbb ember nem. És milyen beosztások vannak itt? Azt mondja, hát PM, AM, azt nem igazán lehet kiolvasni, ahhoz túl alacsony felbontású ez a textúra. Azt mondja, 1-től 2, gondolom az egyik PM, a másik AM, vagy fordítva, 5-től 10. Hát ez így nem igazán lehet olvasni. Meg érdekelt volna, milyen beosztásban dolgoztak itt. Ó, várjál! Egy dolgot elfelejtettem. Őt itt. Én szeretem, ha mindig maximum van az élet, mármint úgy, hogy a tartalék is. Tehát, hogy max életünk van, és 10 darabot viszünk magunkkal. Valami picit nagyobb biztonsági érzetet ad. Nem tudom, hogy miért, de valamiért. Ellenőrző pont. Szerintem arra kell menni. Vesz? VASZ?!
Egyél! Ez baj. Jaj. Ez ilyen mini boss fight, ha lehet így fogalmazni. Ajaj. Az időlassítás az... Uha. Oké. Okay. Ja, ennek gránátvetője van, éreztem én. Ennyi voltál, öreg. Miért nem sotival kezdtem el püfölni? Na mindegy. Hát a gránátvetőjét én nem veszem fel, én maradok ennél a jól bevált triónál. Ha. Nem ezt akartam, hanem ezt akartam. Hello? Ellenőrző pont. Amikor egy hirtelen megakad a kép, ne ijedjetek meg, ellenőrző pont van. Dual pisztoly, igen, dual pisztoly, azt nem kérem. Egyelőre. Granát. Granata! Óhó! Azt hiszem ide inkább a gépfegyvert veszem elő. És... engedelmetekkel... oda lenn. Mentünk egyet, oda lenn. Hello, mi? 90... Na, várjál. 91 páncélom van, most egyelőre nem veszem még azt ott föl, hanem egyelőre... körbevizslatnám a terepet. Lehet, hogy lesz egy... tűzharc. És akkor nehogy már 9 páncél miatt pazaroljam azt ott el. Habár nem vagyok biztos benne, hogy vissza tudunk jönni. Nem tudunk itt bemenni. Tudod mit? Scheiß drauf. Felveszem és kész. Vagy elfelejtek majd visszajönni, ami a legvalószínűbb forgatókönyv. Vagy nem tudunk visszajönni, mert az a, lehet az a létre le fog szakadni? Nem, azt a HP-t már tényleg nem veszem fel, a 3 miatt nem fogok elpazarolni a csomagot. Így. Láttalak ám! Láttam, hogy bement ott valaki. Láttalak ám, öreg. Mutasd magad. Nem láttam semmit. Az Isten itt. Ott maradsz, ugye? Ja, itt csak HP van. Jó. Basszus kulcs! Oh. Gyűlölöm ezt a játékot! Oh. A rohadt életbe! Oh, de szemetek! Jó, oké, okay. Ilyen helyekre soha többet nem megyek. Jó, ez... oké. Okay. Elismerésem a fejlesztőknek, ez egy jó csapda volt. Ebbe belementem. Ebbe beleugrottam ebbe a csapdába. Basszus, 200-on ver a szívem. Arról a téletbe. Oh, nehéz lesz célozni remegő kezekkel, az igazság.
De szemét... de szemét volt ez. Pedig... próbáltam, annyira... koncentráltam arra a hullára ott lenn. Ez szép volt. Ez... ez szép volt, kedves fejlesztők. Ez nagyon szép volt. Hol vannak? Hoplá! Valakinek megfájdult a feje. Ciao. Ott van fönn! És téged is látlak, öreg! Headshot! Hogy füstöl az a lyuk? A lövedék volt még füstöl a falba, tök jó. Öreg, figyelj csak! Játsszuk azt, hogy ezt. Ő kezdte. Még valaki? Egyébként azért googolok folyton, mert pontosabban lehet lőni. Igen. Annyira nem is rossz ez a gépfegyver, csak meg kell próbálni rögtön fejre menni. Azért adok... mindig Google... most mondtam az a... elmondom még egyszer, hogy... ha nagyon hirtelen jönne még egy ellenfél, akkor... sokkal pontosabban rá tudok lőni. Jó, de úgy látom, hogy itt már talán nem... nem jön senki. Ops. Ezt én szét tudom. Várja. Igen. Csak nem nagyon van benne semmi. Nem baj. Jó, itt lemerül a flashlight, tényleg. Erre figyelnem kell. Oké. Ajjajjajjajjaj! Nem látok semmit, nem látok semmit, nem látok semmit, nem látok semmit, nem látok semmit. Ez nem volt túl kedves. Hallod? Ez nagyon kedves volt részéről. Na? Ezt át tudja lőni? Szevasz? Hát a páncélunkat azt úgy leszívták, ez elég szép támadás volt. Amúgy. Ja. Egyet el is használok. Ez elég szép támadás volt. Csak ugye a füst volt az izé, a por meg a füst volt az oka, hogy ennyire ledaráltak. Most én simán csak itt most én simán csak itt, és én most simán itt csak, ugye?
Ezt most jól meg azt mondtam. Várjál. Oda lenne. Igen, kérek egy mentést. Annyira nem állunk rosszul. És van egy olyan érzés... Sem. Nem, nincs olyan érzésem. Azt hittem, hogy itt új fejezet kezdődik, mert olyan loading zónának tűnt ez itt nekem, de akkor mégsem az. Ó, hello! Most így megyek be, hallod? Most így. Várjál, nincs itt senki. Jó. Ugye nem lesz... Ah, most jön az új fejezet. Mármint nem fejezet, hanem új pálya. Helyzet, azt mondja, most jön a tűzpárbaj. Miért, nem volt elég tűzpárbaj játék? Nem mindegy. Helyzet, az ATC és a replika erők folytatják az utcai harcot. Reigns kapitány és Chen hadnak tovább is az adatközpont felé tartanak. A térkép szerint alig néhány sarokra vagy a gyülekezési helytől. Az ATC és a replika erők a közelben vannak, heves beavatkozásra lehet számítani. Küldetés, találkozz Reigns-szel és Chen-nel az ATC adatközpontnál. Igenis. Aha. Jó, már mennek a felhők. Á, itt jöttünk fel. Silver. Oké, értjük. Jó, akkor én azt fogom csinálni, hogy... Tűzpárbaj. Na most, ezt most. Én ezt most. Végigjátszás. Így. És akkor ennyi lett volna a bevezető epizód. A film második kiegészítőihez. Remélem tetszett nektek ez a videó, és remélem tetszett annyira, hogy majd velem tartatok a következő részben is. A játék már rögtön az első epizódban rám hozta a frászt. Úgyhogy kíváncsiuk, hogy fog folytatódni. Tartsatok velem legközelebb is. Innen folytatjuk. Szevasztok!